Belekezdünk egy új fejezetbe. Jó, tulajdonképpen nem teljesen új, mert ez is mintavételi tulajdonságok lesznek, de valami olyan aspektus, amiről eddig nem volt szó. Ugye egészen idáig, amiről beszéltünk, az az volt, talán ezt a kifejezést nem használtam, de ha néven akartam volna nevezni, akkor azt, azt ezt hívták úgy, hogy pont becslés. Mi a legjobb tippünk egy bizonyos értékre, egyetlen szám. Legyen ez valamelyik bétakalap, vagy esetleg még a szigmenédzett is, ugye azt is láttuk. Ez érdekes és fontos téma, hát mint egy órákat elbeszéltünk róla, de pont azt az aspektusát nem hozza a következtető statisztikának, amire épp a legutóbbi előadásban utaltam, milyen nagy, grandiózusa, mint a savaborsa az egésznek, hogy ugye a, mint a, a, a becslésben rejlő bizonytalanságot magát is tudjuk jellemezni. Ha én azt mondom, hogy béta egy kalap egyenlő három és fél, az semmit nem mond az ebben rejlő bizonytalanságról. Úgyhogy ezzel fogunk most tovább menni, és ez is egy újabb nagyon nagy fejezet lesz, hogy hogy tudjuk ezt a fajta mintavételi bizonytalanságot, ezt a fajta mintavételi hibát jellemezni, illetve kezelni. Ennek két alapvető eszköze lesz. Az egyik, ami a becslés elmélethez tartozik, de a másik lába a pontbecslés mellett, az intervallumbecslés amikor én a három és föl még fél mögé zárójelben megadom, hogy 95%-os konfidencia intervallum 2.3-tól 4-ig, megadtam azt a tartományát a sokasági értékeknek, ami kompatibilis a mintában kijött ez lesz az egyik, a másik nagy terület, ahol hasznosítjuk ezeket az információkat, és a talán még fontosabb a gyakorlatban, az a hipotézis vizsgálat. E ez utóbbi az egy pici, pici uh, magyarázatot, vagy emlékeztetőt inkább azt mondanám fűznék. Uh, ugye megbeszéltük, hogy mi az, mint a eloszlás. Tehát ha egy paraméternek mondjuk a valódi értéke az nulla, tegyük fel, hogy ez a beta, megint most nem húzom alá, mert vegyük úgy, hogy egy darab paraméterünk van, ez igazából nulla, a mintavétel ingadozás az azt jelenti, hogy nem nullát fogunk kapni minden egyes mintavétel során, hanem valami nulla körül ingadozó értéket, ez lesz a beta kalap. Na most, ha ugyanerre a kérdésre fordítva nézünk rá, és ez lesz nekünk majd a fontos a következtető statisztikában. Ha fordítva nézünk rá, az magyarul az, hogy én kaptam itt, mit tudom én, 1,5 tizedet, és megkérdezem, hogy akkor igaz-e, hogy nem nulla volt a paraméter. És jól tudjátok, ugye a követ hipotézis vizsgálatban, itt intervallumbesésben ugyanez a gondolat jön elő, hogy vigyázni kell. Ez nem olyan, mint általános iskolában, ha megkérdezik, hogy a másfél az egyenlő nullával, nem lehet rávágni azt, hogy nem, nem egyenlő. És az ábra mutatja, hogy miért. Mert hiába volt nulla a valódi érték, a mintavételi szóródás miatt itt pont látszik is, hogy kijöhetett másfél vagy akár annál is extrémebb érték, pusztán a véletlen ingazás szeszélye miatt. Tehát a másfélre nem lehet rávágni, hogy ez nem nulla. Ha béta kalap másfél, az nem jelenti szükségképp azt, hogy a béta az nem nulla ez az ábra persze még egy fontos dolgot mond, ez pedig az, hogy hibamentes döntést nem lehet hozni, mert ha ez ilyen elosztás, amit is sugallani próbáltam, hogy soha nem egy szó szerint a nullába, akkor elvileg még ezer is kijöhetett belőle. Tehát valahol határt kell húzni, amivel persze egy hibát vállalunk, most azért nem megyek bele, mert erről szólt az egész stat 2. Azt kell mondani, hogy rendben, de ha mondjuk a kijött érték az 10, akkor azt mondjuk, hogy nem hisszük el, nem azt mondtam, hogy kizárt, nem hisszük el, hogy ez ebből az eloszlásból jött ki, mert az itt már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pici valószínűség, hogy ilyen vagy ennél is extrémebb jön neki. Azt mondjuk, ezt nem hisszük el. Ha meg mit tudom én, az jött ki, hogy 0,1, akkor azt mondjuk, hogy ez kényelmesen betudható. Megint ezt a szót aztán betudható a mintavételi ingadozásnak, nincs bizonyítékunk azt feltételezni, hogy a valóságban el kellett az igaz térjen nullától, mert nulla mellett is kényelmesen kijöhetett. Nem tudtam uh, igazolni, hogy ez nem nulla lenne, itt meg azt mondtam, hogy igen, bár persze a hibázás ott van mindkét esetben. Erről szólt az egész következtető statisztika. Vagy hát ez a hipotézis vizsgálat. Na most, mindkettőhöz, tehát az intervallumbesléshez is, meg a hipotézis vizsgálathoz is. Amire szükségünk van közösen, az egy dolog elosztlás. Meg kell tudnunk mondani a béta kalapnak az eloszlását. Ugyanis vigyázzatok, arról jelenleg semmit nem tudunk mondani. Igen, meg tudom mondani, hogy mi a várható értéke. Meg tudom mondani, hogy mi a szórás nézete, De az eloszlás alakját, azt nem tudom megmondani. Arról egy szó nem szólt eddig. Én jó, persze felrajzoltam valamit, meg a szimulációkban láttunk valamit, de formális levezetéssel semmit nem mondtunk egyelőre, hogy mi az eloszlás alakja. Már pedig adott várható értéke, meg adott szórás nézete, nagyon sokféle eloszlás létezhet. Kétféleképpen támadhatjuk meg ezt a problémát. A, az egyik támadási lehetőség az az, hogy behozzuk a hatodik ö, követelményt is. Ugye emlékeztetőül a hatodik követelmény az az volt, hogy a hibák feltételes eloszlása az normális. Nem írt több változós normális, amit aláhúztam az összes hiba együtt. Nem írtam, de milyen paraméterről, hogy mindjárt meglátjuk, hogy miért, de a lényeg, hogy az eloszlás alakja az, az normális. Ha ezt tudjuk, de hogy most már kell a teljes készlet, egytől hatig. Ha ezt tudjuk, akkor az összes ilyen eloszlás alakra vonatkozó dolgot le tudjuk vezetni minden további feltétel, vagy minden további dolog, amire támaszkodnánk nélkül. Lássuk, hogy hogyan. Először is egy megjegyzés. Ha ezt tudjuk, akkor azonnal tudjuk a B eloszlását is. Azért ezt rögzítsük, mert ugye ez nem feltétlenül nyilvánvaló, hogy így van, mert ugye a, ez nem a bétakalapokról szólt, ugye ez volt a hatodik ideírom, ez volt a hatos feltétel, hogy ez az epsilonokról szólt, tehát azt meg kell azért beszélnünk, hogy miért mondom, hogy a bétakalapokat tudni fogjuk. Ugye emlékeztetőül az ols becslő x transponált x inverz, x transponált y, ez volt a, az ols becslő, és szokásos, már nagyon sokszor látott trükk, beírom, hogy az y az egyenlő x szer beta plusz epsilon, ugye akkor lesz egy gyanúk, hogy x transzponált, x inverz x transzponált, x, -transponált, az kiöli egymást, marad egy beta, és a második tagból pedig marad egy olyan, hogy x transponált x inverz, x transponált epsilon. Na most, a, a kérdés a következő, ennek milyen eloszlása van? Ugye ez egy konstans, ez nem túl izgalmas, ez csak odéptolja, igazából ez lesz az érdekes. Ennek megmondani az eloszlását, az első ránézése nagyon ijesztő. Mert hát X-től is függ, Epsilon-tól is függ rá, és elég nyakatekert módon függ, tehát ez általában egy nehéz probléma. De ha ezt tudjuk, akkor kivételesen könnyű dolgunk van. Ugyanis, ha úgy nézitek meg, akkor ez a tag, ez azt mondja, hogy ez valami mátrix, ez így. Ez egy bizonyos mátrix, amivel, rá, amivel, rá, amivel megszorzom az epsilon az, hogy én egy mátrixszal megszorzom az epsilon az azt jelenti, minden egyes eleme a kapott eredmény oszlopvektornak az úgy fog kinézni, hogy az epsilon elemeiből képez lineáris kombinációkat, amiknek a súlyai a mátrix adott sorában lévő elemek. Ez azért nagyon kényelmes, mert a normális eloszlásnak megvan az a tulajdonsága, hogyha beszorzom valamivel, az továbbra is normális eloszlás marad, és megvan az a tulajdonsága, hogyha normálisakat összeadok, az szintén normális marad. Tehát konstanssal szorzással és összeadogatással nem tudok kilépni a, a zárt a normális eloszlás család ezekre a műveletekre, ami magyarul azt jelenti a lineáris kombináció képzésre nézve is zárt. Azaz azt kapjuk, hogy ha ez az epsilon normális eloszlású, akkor egy olyan vektorunk lesz, aminek minden egyes komponense is normális, sőt bebizonyítható, hogy ez több többdimenziósan is megmarad. Tehát magyarul arra akarok kikadni, hogy ez az egész normális eloszlású lesz. És ha ezt tudod, és, és bocsánat, és hozzáadok valami konstansra normális, az, az marad továbbra is normális. Ez azért borzalmasan fontos, mert ezzel ugyanis végeztünk. Ha ugyanis a beta kalapról azt elfogadom, hogy normális, már pedig ezt az imént bebizonyítottam, akkor egyszerű helyzetünk, mert a normális eloszlás, ha már tudjuk, hogy ez alakja, az teljes mértékben meghatározza a várható értékvektora és a kovariancia matrixa. Tehát ha ezt a kettőt megadom, akkor végeztem. Már pedig ezt a kettőt tudjuk. Mert ha ennek veszem a várható értékét, és most visszahivatkozok az egész bizonyításra, amit a torzítatlanságnál elmondtuk, akkor azt megkapom, hogy béta, ha pedig meghatározom ennek a kovariancia mátrixát, és most visszahivatkozok az egész levezetés, amit szintén megcsináltunk, akkor megkapjuk ezt sigma négyzetszer, x transponált, eh, x transponált, x inverse és végeztünk. Jó, ha akarjátok, akkor ugye ez igazából a feltételes lett volna, de be lehet látni, hogy a feltétel nélküli is, ö, is ez lesz. Úgyhogy pont. Megvan a bétakalapoknak az eloszlása, hiba a normalitás mellett. Tehát újra mondom, ez az eredmény csak akkor jött ki, ha elfogadtuk ezt a hatos feltevést. És tulajdonképpen az a központi állításom, hogy ha ez megvan, akkor ebből már mindent ki tudunk számolni. Lehet, egy kicsit pofozgatni kell itt, de ezzel lényegében mindent tudunk. Na most, van azonban egy fontos dolog, mert hogy, mert tudnék én pár perc ezelőtt azt mondtam, hogy két csapás irányban. Az egyik csapás, hogy elfogadjuk a hiba normalitást, és akkor semmi másra nem kell támaszkodnunk. E, azt nem győzöm hangsúlyozni, bocsánat, közbeszúrt megjegyzés. Néha ebből hatalmas kavarodások vannak, nem tudom miért. A hiba normalitás nem része a, standard, standard, az elsőt szoktuk standardnek nevezni, a standard modell rendszernek. Azaz, nem kell a hiba normalitás a torzítatlansághoz, nem kell a hiba a konzisztenciához, nem kell a hiba a hatásossághoz. Azért ezt rögzítsük, ez egy külön hatodik tulajdonság, ehhez kell. Hogy eloszlás alakunk legyen, minden mástól függetlenül, amiből az összes ilyen következtető statisztikát, hipotézis és intervallum dolgot meg tudunk csinálni. Na most, mi van azonban akkor, ha nem tudunk hiba normalitás? Ez egy elég gyakori helyzet. Sőt, megfordítom, az a ritka helyzet, ha tudjuk a hiba normálitás fennállását. Össze ne keverjétek, vigyázzatok, ez a hibák normalitása, nehogy valakinek eszébe jusson a mintából megvizsgálni a, 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 a ennek a fennállását, úgyhogy mondjuk a rezidumok normalitását nézi. Ugye azért téves megközelítés, ez már következtető statisztikában is így volt, mert ez egy előfeltétel, ennek a fennállását nem lehet ugyanabból a mintából eldönteni, vagy ez elég rendesen hazavágja az egésznek a... A, a tulajdonságait. Tehát nem lehet letesztelni a mintából, hogy normálisak-e a rezidumok. Mert például, mert annak a tesznek nem egy lesz az ereje. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez inkább a ritkaság, hogy ezt tudjuk. De van egy jó hír. Ez pedig az, hogy kiváltható ez a hatodik feltétel, és ezt most egy picit homályosan mondom, mert talán majd később pontosítom, de a, a mostani szempontból elég lesz kicsit felületesebben megnézni. A, az állítás kicsit felületesebben az az, hogy elfelejthető ez a hatodik feltétel, nincs rá szükség. És mégis rendben lesz minden, és úgy fog kinézni minden, ahogy most itt levezettem, tehát például így meg majd az összes többi is, ha a nagyság az nagy, az n az nagy értéket vesz föl, é, nagy mintán ugyanis ezek az eloszlások tartani fognak az itt levezetett alakokhoz, még akkor is ha nem áll fönn ez a, ez a hatodik feltétel. Itt azt szokták mondani, hogy azért, mert centrális határeloszlást tétel. Mert ha az ember tanult ilyet, akkor azért ez már szembe jöhetett neki. Hogy valahol ami normalitási feltevése támaszkodik, akár egy sima statkettes alaphipotézis, tehát alapróba is, előjött, hogy vagy fennáll a normalitás, vagy nagy mintánk van. És ott szoktak arra hivatkozni, hogy azért, mert a nagy mintán, akkor a centrális határelosztástétel kiváltja a normalitási feltevést. Ugye a centrális határelosztástétel borzasztó leegyszerűsítve elmondva azt mondja, hogy sok valváltozót összeadok, amiknek az elosztása adott esetben nagyon nem normális, az összegük elosztása mégis egyre jobban tart a normálishoz. Bocsánat a számos lelkületi embereknek, mert ezt borzasztóan pontján, mondtam el, de nagyjából erről van szó. Na most ez rendben van és láthatóan működik akkor, ha összeadogatok dolgokat amik nem normális eloszlások, de én az összeggel akarok valamit kezdeni, és akkor hivatkozok a centrális határoztás tételre, hogy ezért, ha az összeget használom, az normális, ez ha elég sokat összeadtam, akkor is, ha a kiinduló, az nem normális volt. Itt azért nem ilyen egyszerű a helyzet. Itt nem látszik, hogy nagyon-nagyon nyilvánvaló, hogy valamiket összeadogatok. Mert transponálok, összeszorzom, invertálom, még egyszer szorzok, tehát igen, valóban a centrális határárosztás tétel van mögötte, de azért nem ilyen teljesen triviális formában, mint amikor lenne egy szumánk, és csak azt mondom, hogy ez normális és el van intézve. Tehát ez be kéne egy picit azért rendesebben bizonyítani, és meg kéne nézni az aszimptotikus feltevésrendszert rendesebben, amely egy külön előadáson lehet, hogy rátérünk. Most annyi fontos, hogy igen, amit elmondok, az ki fog jönni akkor is, ha nincsen meg a hatos feltétel, de megvan az, hogy nagy a mintán.